Elzárja a csapokat a Győr Szól. Szerdán hajnali 3 órától este 8 óráig szünetel a melegvíz szolgáltatás a megyeszékhelyen. A karbantartási munkálatok tervezettek, hiszen ezt minden évben elvégzik a szakemberek, pontosan azért, hogy az év többi 364 napján ne okozzon problémát egy esetleges meghibásodás. Szerdai napon a munkatársak karbantartják azokat a gépeket és berendezéseket, amelyek az év minden napján feszültség vagy nyomás alatt vannak, és éppen ezért egy irányító szervezet melegvíz szolgáltatás szüneteltetése lesz. Ezzel együtt a Győr Szól ZRT törekszik arra, hogy szerda estére, amikor a fürdési időszak kezdődik általánosságban, addigra a csapokból folyjon a melegvíz. A tervezett munkák során elsőként a hőtermelést kapcsolják le, majd a víz keringetése áll meg. Utána pedig a gázvezetékeket is elzárják, melyen a gázszolgáltató munkatársai végzik el a szükséges beavatkozásokat. A munkákat azért ütemezték így, hogy az esti órákra, amikor megnő a vízfogyasztás, már zavartalanul engedhessék a meleg vizet. Szerdán mintegy 500-an dolgoznak ezen. Ebben a szervezet irányított kampánymunkában, amely szerdán aktuális, több mint 50 munkatársunk vesz részt, és a különböző karbantartási munkálatok a Rozgonyúti telephelyen, a távhőszolgáltatás és melegvízszolgáltatás központjában, illetve a város különböző területein aktuálisak. Egyébként a nyári hónapokban átlagosan 350 köbméter vizet szállítanak a vezetékek óránként, míg télen ez a mennyiség megközelíti a 2000 köbmétert is.